Szőcs Zoltán szenvedélyesen csillogó tekintettel vezetett körbe bennünket a Völgységi Múzeumban. Minden kiállított tárgyról, a múzeum minden szegletéről van egy története, amit szívesen meg is oszt az emberrel. Mondandója pontos, már-már tudományos hangvételű. Érződik rajta az a rengeteg kutatói munka, ami az elmúlt évtizedekben kitöltötte és kitölti mai napig az életét. Isten segíts, Debrecen, Pécs, Bonyhád. Ez a négy város tölt be fontos szerepet az életében. A bukovénai székely ősökkel rendelkező bonyhádi történész azt mondja, nagyapja indította el pályáján. Apai nagyapám, Szőcs Lázár Géza adta a kezembe Német Kálmánnak a Százezer szív sikolt című kötetét, ami a bukovénai székelyek bácskai megtelepedéséről szólt. Ez a könyv máig is a könyvespolcomon van, én örököltem meg tőle. Azt mondja, bár eredetileg történelemföldrajz szakos tanár, és évekig tanított a bonyhádi gimnáziumban, és főiskolán is óraadó tanárként, mindig a múzeumi munka, a kutatás és a történelem érdekelte. És amikor 4-5 év után váltottam, és a hobbiból lett a szakma, és a tanítás pedig, az még kísért egészen 2003-ig, akkor váltottam. Na most föltette a kérdést az Onodi Szabolcs későbbi igazgató, akkor ugye tanár kollega, hogy miért hagyod itt, most kezdted jól csinálni. Tehát én azt mondtam, hogy ez egy olyan örökség, amit nekem folytatnom kell. Iratokat kellett bogarászni, ugye keresgélni, ugyanakkor meg életút interjúkat, beszélgetéseket is kellett magnóra venni. Eredetileg én nem ezzel akartam foglalkozni, hanem én azt mondtam, hogy én a bukovinai székelyek múltjával akarok foglalkozni, de eltanácsoltak tőle, meg amikor váltottam, akkor ez kényszerűségből az egyik szemináriumi dolgozatból lett a szakdolgozat. De a téma engem izgatott. Szőcs Zoltán felvette a kapcsolatot a helytörténészekkel, akik beavatták munkáikba. Ezután rájött, neki a kutatás, a múzeum létrehozása minden vágya. Utána már nem volt megállás. Tehát én ezt az örökséget kaptam, ezt kellett továbbvinnem, és így született 90-ben az első völgységi konferencia, 92-ben az első völgységi füzet, és a bonyhádi helytörténészek számára a múzeum egy álom volt. Nekem volt a gimiben egy honismereti szakköröm, ott felújítottuk az iskolának a iskolamúzeumát, és utána kézenfekvő volt, hogy a Bonyhádi Márton által patronált anyagot, amit a megyei múzeum alaksorába öntöttek be, azt kihozzák Bonyhádra. És első lépésként ebből emeltünk ki néhány dolgot, és a Tűzoltó Múzeum galériáján ezek meg is jelentek. Na most utána pedig, ha már úgy benne volt a lendületben a város, akkor azt mondta a megyei múzeum igazgatónak, Vadas Ferencnek, hogy mit szólna hozzá, hogyha. Kiderült, hogy nincs a bukovinai székelyeknek, valamint a Völgységi Svábságnak sem gyűjteménye kiállítása. És akkor én így cseppentem bele, hogy a honismereti körrel mi segítettük a gyűjtést, gyerekek hozták a csákányt, máig emlékszem rá, hogy Várajáról behoztak egy csákányt, és látom, hogy a nyele, az a jó füstös, fekete nyél, ugye le van csiszolva. És akkor vissza kellett a restaurátoroknak feketíteni, ugye, hogy eredetinek látszon, és megszületett egy új állandó kiállítás, amely a Völgység népeinek történetét és néprajzát örökítette meg egészen a 18. századtól a 20. század közepéig, és ez volt a Völgységi Múzeum első állandó kiállítása. Ekközben 2006-ban PhD fokozatot szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. Ezután sorra jelentek meg publikációi, munkái, közben a múzeum is szépen fejlődött, bővült. Az igazgató 33 évig vezette a múzeumot. Azt mondja, mára ez egy márkává vált. A települést már nem csak a Zománc és a cipőgyárral azonosítják, hanem a Völgységi Múzeum is az egyik ismertető jegyévé vált a településnek. Ez a legnagyobb eredménye munkánknak,
jelentette ki Szőcs Zoltán. A nyugdíjba vonult intézményvezető történész szerint az, hogy a múzeumot számon tartják, interaktív, látogatóbarát kiállításaival, a különböző népcsoportok hagyományainak, szokásainak és a bonyhádi ipar bemutatásával, valamint a különböző kötetek kutatások kiadásával értékel. A történész elárulta, a hely történeti kutatás, a múzeumi munka, a múzeum népszerűsítése egyfajta küldetés tudata számára, célja pedig nem más, mint az, hogy megismertesse a múltat a bonyhádiakkal és a bonyhád, valamint a bölcség iránt érdeklődőkkel. Van a megyében egy város, amelyiknek nincsen történelmi tudata. Na most erre rácáfolt, azt hiszem ez az elmúlt 3 évtized, amikor bebizonyítottuk, hogy van múltja, nem csak a 18. századtan, hanem azt megelőzően is. Bonyhád egy történelmi személy nevét viseli, Bonyha herceg nevét, Szent István királyunk, unoka öcsének a nevét viseli, és Árpád korban keletkezett biztosan, mert a helynévadás az akkori. Tehát van múltja, csak hát egy nagyon fontos feladat, hogy ezt a múltat meg kell ismertetni a bonyhádiakkal. Szőcs Zoltán a Székely Szövetség alapító tagja is, de azt mondja neki, minden népcsoport hagyományainak felkutatása és megőrzése fontos. A múzeumi vonal is kiteljesedett a tájházakkal, így például a bonyhádi vagy kakasdi tájházzal. A bonyhádi német tájház mellett ugye a múzeumban látjuk, itt van ugye a székely ruházat, a székelyház, itt van a német ház és a német ruházat. Láthatjuk, hogy továbbra is feladat volt ezeknek a területeknek a összefogása, koordinálása, és olyan szerencsés változások jöttek, ilyen például a német nemzetiségi önkormányzatok megszületése, ilyen a civil szervezetek szerveződése, hiszen a völgységi járás egyik jellemzője az, hogy sokkal több civil szervezet van, mint egy másik tolnamegyei járásban. A múzeum, ahol a munka mindig jó hangulatba telt, már a sokszínű, gazdag, interaktív kiállítással rendelkezik. Az egykori igazgató folytatja a kutatói munkát, azon tevékenykedik, hogy kiadjon egy monográfiát Bonyhádról. Én folytatom tovább, és azzal fogok foglalkozni, amivel eddig kevésbé tudtam, tehát kutatás, olvasás, és még egy Bonyhád monográfiát szeretnénk megjelentetni a következő esztendőben, mert azzal tartozom még, azt hiszem, Bonyhádnak.